Williams Televízió. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési Magazint látják. Névjegy című rovatunkban ezúttal Lajos Évát, anyakönyvvezetőt mutatjuk be. Üdvözöl. Szeretettel köszöntök mindenkit. Tegeződni fogunk az ismerettségre való tekintettel. És az imént tájékoztattál arról, hogy mondhatni ünnepelsz, hiszen 35 évvel ezelőtt kezdted el pályafutásodat a polgármesteri hivatalnál, ráadásul napra pontosan. Napra pontosan 1978. október 1-ével kezdtem, egyrészt úgy a polgármesteri hivatalnál is, mint első munkahelyemként, gyámosként kezdtem el dolgozni, akkor ezt a feladatot kaptam, mely egy akkori igen nívós gyámügyi főeladó mellé kerültem, és onnan aztán rám ragadtak ezek a nagyon fontos feladatok, amelyeket én tőle el tudtam sajátítani. Mindig is erre a pályára készültél, hogy a közigazgatásban helyezkedjél el, vagy voltak úgymond szakmai kilengéseid? Alapvetően én a közigazgatásban szerettem volna mindig dolgozni, hiszen iskolai végzettségemet tekintve is én ügyintézői munkakörben és államigazgatásban végeztem. Nagyon szerettem volna akkor már elsőként pályára kerülni, de önéletrajzomat én először a repülőtérre adtam be, hiszen akkor nagyon sok vecsésinek az volt az elképzelése, egyetlen egy nagy cég, ami helyben van, ami közel van, az a repülőtér. És beadtam a repülőtérre a jelentkezésemet, és időközben pedig kaptam egy jelzést az akkori tanácsházáról, és akkor én felvételt nyertem ide, és nem kerültem erre a repülőtérre dolgozni, hanem akkor ide fölvettek, mint előbb említettem, akkor egy nagyon kedves idős úr mellé kerültem, ő volt akkor a gyámügyi főelőadó. Bele tudtál azért szimatolni a repülőtér légterébe, hogy így fejezem ki magam? Igen, volt egy kilengésem az első gyermekem megszületése után, akkor én elkerültem a légügyi főigazgatóságra, ami szintén köztisztviselői feladatkörrel társult. Alapvetően akkor egy néhány évet töltöttem, szinte az 5 évből talán csak 2-t, mert aztán megszületett a kislányom. Töltöttem el a repülőtéren, igazából végtelenül kedves és aranyos munkatársakat ismerhettem meg, de valahogy én úgy éreztem, hogy az a világ nem az én világom. Rettenetesen hiányoztak az ügyfelek, rettenetesen hiányzott az, hogy addig, amíg gyámügyes Éviként szólítottak, és rám nyitotta az ügyfél az ajtót, hogy Évike segítsen, nekem borzasztó volt azt tudomásul venni, hogy ott elvégzem a feladatomat, de mintha senkinek nem lennék a hasznára. Akkori kedves kollégáimnak is sokszor említettem, hogy hát eltöltöm itt az időt, de hogy én mennyit segíthetnék otthon, az valami rettenetes, és szívem vágya volt mindig, hogy visszakerüljek. Néhány évet eltöltöttem, igen, a repülőtéren, nagyon érdekelt a repülőtérnek a belső mozgása, a különböző repülőtéren található érdekességek, irányítótorony, és így ezek körülbelül kimerítettem a kíváncsiságomat. Akkor ennyi erővel elmehetél volna oda pusztán látogatóként is. Így van, így van, így van. Nem kellett volna megélnem ezt a néhány évet, de ennek valamiért így kellett lenni. Tehát megismerhettem nagyon kedves kollégákat, és talán még sokkal nagyobb, magasabbra tudtam emelni azt az értékrendet, hogyha én ide visszakerülök, azt mondtam, hogy már innen csak nyugdíjban megyek, ha csak rajtam múlik. Pedig úgy tudom, hogy a gyámügy az egyik legnehezebb szegmense a közigazgatásnak, és hogyha lehet azt mondani, talán ott a legnagyobb a fluktuáció, hiszen azért azt lelkileg elviselni, azt a sok sorsot, amivel találkozik az ember, feldolgozni nem feltétlenül könnyű. Igen, érdekes módon, hogy biztos vagyok benne, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segített az a kollega, aki mellé én akkor kerültem. Ő akkor már egy idősödő úr volt, nem titok ezt, hiszen sok vecsési még a Novák Mihály névre igen bőszen emlékszik, akár mint ügyfélként is. És én ő mellette tanultam tulajdonképpen a szakmát. Rendkívül nagyon jól bánt, nagyon karakteresen bánt az ügyfelekkel, pedig akkor még nem is voltak a fiatalok olyan szinten, mint amennyire most, kezelhetetlen és nevelhetetlenségi szinten.
de ő nagyon-nagyon jól bánt velem, és ő nagyon értékelte azt, hogy én meg ott szerettem körülötte nyüzsögni, és hogy sok esetben, amikor ő mondjuk elment a rendőrséggel, vagy a polgárőrséggel, akkor én elvégeztem a feladatot, és egyszerűen hozzászoktam. És nagyon, nagyon jól esett az, hogy akkor ugye fiatal, 18-19 éves voltam, és nem kérdőjelezték meg akkor a gyerekeknek a szülői, hogy most egy fiatal hogy is tud beleszólni egy családnak az életébe. Egyszerűen csak érezték azt, hogy segíteni szeretnék, és elfogadták. És én ezért nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani a szülőkkel és a gyerekekkel is. De nyilván 18-19 évesen tapasztalattal még nem rendelkeztél, tehát nyilván akkor úgymond a mentorodra kellett, hogy hagyatkozzál. De voltak-e olyan esetek, olyan úgymond családlátogatások, amikor elbizonytalanodtál, hogy te ezt nem biztos, hogy hosszú távon bírni fogod? Érdekes módon soha. Soha. Volt rá példa, amikor féltem. Tehát kifejezetten olyan ügyfelekkel kerültünk szembe, hogy bizony félni kellett. Volt, hogy beverték egy néhányszor az ablakainkat, meg azért úgy megkerítették az embert, mert megpróbáltak megfélemlíteni. De érdekes módon ezen kívül soha nem gondoltam azt, hogy ebből vissza kéne adni. Én azt mondtam, hogy ha egy gyereket is meg tud az ember valamilyen szinten menteni, vagy egy családnak is tudunk segíteni, nem volt hiába való. Nem adtam fel könnyen soha. A megmentése egy gyermeknek egy rossz családi környezetből, az nagyon relatív is tud lenni, hogy most valóban jó döntés az, hogyha egy gyermek ki van emelve a rossz családi körülmények közül, ugyanakkor a szüleivel van. Volt-e benned olykor dilemma, hogy mi a jó megoldás? Az nagyon. Az egy rettenetes dolog volt, amikor gyereket kellett intézetbe elvinni. Mert azért azt tudni kell, hogy azért minden fejlődési szakasznál a gyökér az, amire támaszkodni tudunk. És a gyökér az mindig a szülő, vagy a szülőnek a viselkedése a gyerekkel szembe. Tehát egy gyerek rossznak soha nem születik. A gyerek az rosszá válhat. Ennek oka lehet a környezet, oka lehet a szülő. És ez sajnos mindig az utóbbi volt az, ami inkább megerősített bennünket, hogy mindig a gyerek volt büntetve a kiemeléssel a szülőnek a hibája miatt. És bizony sokszor napokon keresztül ment a tipródás kollégákkal, saját lelkivilágomban, hogy tényleg helyesen cselekszem-e. És bizony volt rá példa, amikor határozottan szülőtől kellett a gyermeket megmenteni, és mondjuk igyekeztünk nem intézeti elhelyezésbe, hanem közvetlenül nevelőszülőhöz helyezni gyereket, és bizony csak a kollégáim, akik akkor elkísértek bennünket, azok tudnák talán most még azt bizonyítani, hogy hát én hazáig sírtam. Szóval azt a lelki fájdalmat, amikor a gyereket ott kell hagyni, és talán jobban ragaszkodik hozzád a gyerek, mint a szülőhöz. Szóval ilyenek voltak, és ez nagyon-nagyon megvisel, de az embernek talpra kell állni. Próbáltuk tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, és mindig nagyon-nagyon jó érzést töltött el, hogy amikor eltelt esetleg egy év vagy kettő, és akkor egyszer csak bekopognak az ajtómon, és akkor a nevelőszülővel jönnek, és akkor jaj, hát jöttünk a gyámügyes Évi nénit meglátogatni, és nagyon-nagyon jó érzés volt, és akkor mindig megbizonyosodtam róla, hogy nem döntöttem rosszul. Nyilván egy idő után mégis váltottál, és anyakönyvvezető lettél. Mi volt az átmenet, és hogyan jött ez a lépés az életedben? Hát ez egy olyan dolog, hogy az anyakönyv ez egy álom. Egészen fiatal gyerekkoromtól fogva ez engem borzasztóan varázslolt ez a munkakör. És amikor én még idejöttem az Annó tanácsházához dolgozni, akkor az anyakönyv és maga a kis pici házasságkötő terem is fönt volt az emeletem. És akkoriban még ugye úgy dolgoztunk, hogy váltó szombat volt, tehát egyik szombaton munkarend, a másik szombaton volt a szabad szombat. És amikor éppen dolgoztunk, és szombati napon délelőtt esküvő volt, akkor én a fejem mindig kidugtam, szóval, hogy csak egy kicsit láthassam. Aztán akkor ugye egy idős anyakönyvvezető volt, már akkor is számomra idősek voltak, és akkor én mindig csak annyit kértem, hogy csak a személyigazolványt hagy vehessem el, csak a névmutatóba hagy írhassam be. Aztán ott megint elkezdték ugye látni, hogy már megint buzgolkodom, és akkor már idővel azt is megengedték, hogy a jegyzőkönyvet fölvegyem, a házasság megelőzéses jegyzőkönyvet, és akkor én rendkívül boldog voltam. Tehát ez engem
világéletemben mindig megfogott. Nekem mindig borzasztóan tetszett az, hogy lehet örülni együtt a mások örömével, és az, hogy az anyakönyvvezetőknek, legalábbis akikkel én találkoztam, mindig volt egy kiállásuk, és nekem az nagyon tetszett. Egy anyakönyvvezető feladatköre azonban nem csak a házasság kötések köré csoportosul, hanem számos más feladat is van. Részletezz, kérlek. Hát igen, az anyakönyvvezetőkről mindenkinek az esküvő jut az eszébe, vagy legkevesebben mondjuk a névadó. De azért az anyakönyvi feladatok, amikor csak néha egy-egy kollégának tettem róla említést, akkor nem is gondolta volna, hogy azért emögött a szombati kiállok és összeadom őket, és amellett azért mi rengeteg feladat van. Nagyon fontos a precizitás, hiszen azt tudni kell, hogy az anyakönyvek, az adatok évszázadokra visszamenőleg megtalálhatóak. Ennek következtében egy-egy adat, egy-egy elírás óriási káoszt képes okozni. Ugye ennek következtében ide tartoznak a névváltozások, a már meglévő eseményeknek a változásai, ide tartoznak a házasságok felbontásai, ide tartozik az a szomorú esemény, amely a halálesetnek az anyakönyvezésével folytatódik. Ide tartoznak a magyar állampolgároknak a külföldön kötött hazai anyakönyvezési eseményei. Ide tartoznak a külföldi állampolgároknak állampolgársági kérdései, ügyei, illetőleg az ő anyakönyvi eseményei. És természetesen mindenféle adatváltozás, amelyet részint mechanikusan, részint pedig más számítógépen kell végezni. Az emberek életének a fő eseményeinek a tanúja vagy, ha úgy veszük, ugye? Tehát akkor a születésnél is valamilyen módon jelen vagy, a házasságnál is, olykor a válásnál is, az elhalálozásnál is. Van esetleg olyan statisztika a fejedben, nyilván hozzávetőlegesen, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt évek alatt hányan születtek nálad, hányan házasodtak nálad? Igen, a születések nagyon érdekesen alakulnak, mert ugye az 50-es, 60-as években azért még előfordultak az otthonszülések, de azért ugye már a kórházi intézményeknél történő születés az most már egyre gyakoribb lett, tehát nálunk már a születések inkább azt mondom, hogy véletlenszerűség, hogy ez előfordulhat, de természetesen éves szinten olyan 2 és 5 között, az utóbbi eltelt években pedig csak egy-egy születés fordul elő. A halálesetek és a házasság kötéseknek az arányára azt tudom mondani, hogy szinte majdnem egyforma számszakilag. Tehát sajnos még mindig ott tartunk, hogy amennyi a házasság kötés, majdnem ugyanannyi a haláleset is. De nyilván ez a két dolog nincsen összefüggésben. Semmi összefüggés, így van. Tehát végeredményben ugye a haláleset az nem olyan, mint a születés, mert a születésre rögtön szaladunk a kórházban, haláleset esetében pedig ugye azért nagyon sokan vannak még, akik itthon halnak meg. A házasságkötésnek meg ugye értelemszerűen nincsen illetékessége, tehát más településekről is nagy előszeretettel keresik fel hivatalunkat, akár a házasságkötőteremnek a szépsége miatt, akár pedig azért, mert nagyon szeretünk velük dolgozni, szeretünk örömet szerezni, és mi nem szoktuk összecsapni az esküvőket. És ha már a házi statisztikádnál járunk, hány szabad szombatod volt az elmúlt időkben? Hű, hát ez jó kérdés. Hát az utóbbi időben nem igazán tudnám elmondani. Beindul a tavasz, és véget ér a nyár, és akkor ez teljes műszakot jelent. Tehát igazából kevés kis helyettes kollégára tudok számítani, akik be tudnának jönni, dolgozni. Igazából jó lenne, ha lehetne osztani, jó lenne, ha be lehetne osztani, de hát így a protokollos kollégáimmal vagyok zsinórban szinte tavasztól egészen az ősz végéig, minden szombaton. Nyilván ennyi boldog embert látva te is sokkal mosolygósabbá válsz, mint úgymond egy átlag ember, aki esetleg egy gépsor mellett dolgozik, és csak mindenféle termékekkel áll közvetlen kapcsolatban. Voltak-e meghatározó élmények, amik a munkádból fakadtak, és úgy érzed, hogy egy kicsit téged is alakított? Mindenképpen. Ami alakította az embernek a személyiségét, az, hogy minden egyes esküvő egy felkészülés és egy kihívás, még akkor is, hogyha ez nem így látszódik. Hiszen addig, amíg az ember képes úgy kezelni egy párt, hogy neki az az első, még ha neked a 600. is, de úgy kell kezelni, mintha az elsőt tennél, akkor érzed azt, hogy szíveddel, lelkeddel ott vagy. És ezeket a kihívásokat kell megoldani. És a visszajelzések, az a mosoly, ahogy néznek rád, ahogy várják tőled a választ, hogy ugye ezt nem fogjuk elrontani, és hogy meg tudod nyugtatni, hogy itt nem fog tudni semmit elrontani,
de néz rád, és várja a választ, várja a tekintetet, hogy most mit kell tennie, hogyan kell tennie, és amikor az a megelégedett mosolya kimennek, és így egy-egy menyasszony visszafordul a kijáratnál, és azt mondja, hogy köszönöm, akkor ez nagyon-nagyon jó érzés. Igen, ezért mosolygós az ember. Extrém esetek, extrém helyzetek adódtak-e az életed folyamán és a munkád során? Nézegettem, hogy az interneten, hogy egy anyakönyvvezetőnek mik a feladatkörei és a hatáskörei, és nagyon érdekes, ugye mondjuk mi nem óceán vagy tenger mellett vagyunk, de például, hogyha egy óceánjáron születik meg egy gyermek, akkor az az anyakönyvvezető az illetékes eljárni az ügyben, amelyik parton az anya a szárazföldre lép. Nyilván most itt mi egy repülőtér mellett vagyunk, és a légi járműveken történő születéseknél is hasonló a helyzet, de ez már vecsést ilyen módon nem érinti. Ugyanakkor érinthetné, vagy érintette valaha hasonló eset? Születés nem, de házasságkötés igen. Mert nem egy alkalommal volt rá példa, hogy a repülőtéren kötöttük meg a házasságot, ugye, mint tudva levő dolog, a kettes terminál felépülése óta a vecsés felé eső szárny az vecsés közigazgatási területéhez tartozik, és ennek következtében semmi akadálya nincs annak, amennyiben a jegyző engedélyt adott erre, hogy a házasságot megkössük a repülőtéren. Voltak nagyon kedves aranyos párok, akik ott búcsúztak el a rokonoktól, és egyenest ugye csekkoltak be a repülőre. Volt olyan pár, akinek a házasságot ott a kápolnában kötöttük meg. Volt olyan pár, akinek viszont egyetlen egy családtagja nem tudott erről az esküvőről, viszont az ő üdvözlő képeslapjaikat a házasság kötés után még itt a Ferihegyi repülőtéren adták fel. Volt-e olyan eset, és ugye nyilvánvalóan a kérdések is a házasság kötése köré csoportosulnak, hiszen valahol mégis ez az evidens a munkakörödben, de volt-e olyan eset, amikor nem bírtad ki nevetés nélkül? Hát olyan nem volt, mert az embernek muszáj kibírni, utána könnyebb a konzekvenciát levonni. Inkább olyan volt, amikor elsírtam magam, és az nagyon-nagyon nehéz volt. Egy olyan szülőköszöntő után, amikor vőlegény és apuka egymásba borul, és csak azt látod, hogy nem akarják őket elengedni, ez még mindig nem a számunkra megszokott. És én nagyon emlékszem erre a kis fiatal párra, és pont náluk volt az, hogy nem számítottunk az ilyesfajta reakcióra. És amikor olyan nehezen vált el a szülő a gyerektől, akkor bizony én is kapkodtam a levegőt, és most azon gondolkodtam, hogy most én ezt hogy is fogom mindent tovább folytatni, de hát azért nagy levegőt kellett venni, és folytatni kellett. És az, ami még nekem nagyon-nagyon nehéz volt, arra emlékszem vissza, hogy édesanyám halálának az évében, hónapjában, még mielőtt ő nem halt meg, volt egy olyan házasságkötési bejelentés, ahol nagyon komoly szülőköszöntőt kellett csinálni, és édesanyám temetését követő héten ezt meg kellett csinálni, és akkor ez egy olyan nagyon nehéz volt, és akkor én először azt gondoltam, hogy ezt nem fogom tudni, szóval ott biztos, hogy ott valami nagyba ki lesz a dologba, mert azt nem tudom megcsinálni. Sikerült, mert ő gondolom, hogy velem volt és erőt adott nekem, és akkor utána egy olyan záporozó sírás tört ki bennem, és onnan kezdve meg tudom már csinálni a szülőköszöntőket. Az az érdekes, hogy aki ilyen szinten az emberek érzelmei között él, akkor az vagy érzelmileg túlteng és hiperérzékenyé válik, vagy elfásul. Hát nálad inkább az előbbit érzem. Nem szabad elfásulni. Én mindig azt mondtam a kollégáknak, ha ők azt meglátják rajtam, hogy egy esküvői beszédet csak ledarálok, akkor szóljanak, mert akkor kell nyugdíjba menni. Nem gondolom, szabad. Még nem szóltak, és én borítékolom, hogy nem is fognak. Igen, még nem szóltak, igen. Igen, nagyon fontos, mert hiszen velük együtt kell örülni, mert érzik az emberek, és nagyon sokszor azt lehetett látni, hogy jöttek a párok, ugye izgulnak, mert ez ezzel jár. De amikor elkezd az ember hozzájuk beszélni, akkor látszik, hogy megnyugszanak, és akkor néznek rád, és a szemükkel, a tekintetükkel ugye várják, hogy milyen instrukciókat kapunk, és mikor minden nagyszerűen sikerült, akkor ők is megelégedett emberek. És egy nem csak mint anyakönyvvezetőnek, hanem mint olyan embernek, aki emberekkel foglalkozik, a legfontosabb mindig az, hogy akiért dolgoztál, az meg legyen elégedve.
Akkor én búcsúzóul további mosolygós munkanapokat kívánok. Nagyon köszönöm a kedvességet. William.